a megtévesztés napjaiben élünk. Ez érdekes, mert anélkül, hogy beszéltünk volna egymással, ma mind a négy tanító bizonyos értelemben a megtévesztésről fog beszélni. Ez lehet a konferencia témája. Ami azt jelenti, hogy ez az, amire a hívőnek most figyelnie kell. Tehát imádkozzunk, és kérjük, hogy Isten vezesse ezt az üzenetet, aztán vágjunk bele. Atyám, köszönjük neked a te igédet. Világ összes megtévesztésével szemben itt van az igazság igéje, amibe kapaszkodhatunk. Köszönjük neked az igazságot, ami eljött ebbe a világba. Igazságot szóltál, az igazság szavát adtad, megvan az igazság szelleme nekünk. És meg tudjuk mondani, ha valami nem az igazság. Ezért kérjük most, hogy a te igéd szólaljon meg. Megyünk, és megtesszük azt, amiért elküldted, mert az soha nem tér vissza üresen. Köszönjük neked, áldunk téged Izrael szentjének, Jeshua HaMashiach-nak nevében imádkoztunk. Amen. Köszönöm. Tehát Jézus és még Pál utolsó szavai közül is néhány valóban figyelmeztető szó volt a gyülekezet számára. Emlékezzünk, amikor Jézus összegyűjtötte a tanítványokat az olajfák hegyén, amikor azok a korszak végének jeleiről kérdezték őt. Máté 24-ben ez áll. Mikor Jézus az olajfák hegyén ült, oda mentek hozzá tanítványai, privát, külön. Ez olyas valami, amire a többi zsidó nem igazán gondolt, hogy Jézusnak van válasza. De a tanítványok oda mentek hozzá négy szem közt. Anélkül, hogy bárki körülötte lett volna, és megkérdezték tőle, mondd meg nekünk, mikor lesz ez? És mi lesz a jele a te eljövetelednek és a világ végének? Jézus pedig válaszolt, és azt mondta nekik, így kezdte, vigyázzatok, nehogy valaki megtéveszten titeket. Más szavakkal, ezek azok a dolgok, amiket elmondok nektek, amik meg lesznek, de szeretném, ha tudnátok, hogy a megtévesztés az első dolog, amivel találkozni fogtok. Pál, az ő szeretett Timóteusának, 2 Timóteus 1-ben azt mondja, az egészséges beszéd példájának tekintsd, mit? A beszédet. Miért kell használni az egészséges szavak kifejezését? Mert egy csomó szemetet fognak a levegőben dobálni. Ezt mondja, az egészséges beszéd példájának tekintsd. De milyen szavak lehetnek az egészséges beszédek? Amelyeket tőlem hallottatok, és hogyan? Hitben és szeretetben. Milyen hitben és szeretetben? Amelyek Krisztus Jézusban vannak. Más szóval minden szó, amit mondtam, és mindez Jézusról szólt, szeretetet és hitet kell, hogy eredményezzen, és ezek azok a dolgok, amiket szeretném, ha megtartanátok, akkor ragaszkodnátok ezekhez. A rád bízott drága kincset őrizd meg a bennünk lakozó Szent Szellem által. Tudod, hogy az Ázsiában lévők mind elfordultak tőlem. Köztük Figelosz és Hermogenész is. Az Úr legyen könyörületes Onésziforos háza népe iránt, mert sokszor felüdített engem, és nem szégyelte a bilincseimet. Sőt, amikor Rómában volt, buzgón keresett engem, és meg is talált. Adja meg neki az Úr, hogy irgalmat találjon nála azon a napon. Azon a napon, Pál szereti ezt a kifejezést használni, azon a napon, amikor látni fogjuk Jézust, ez az a nap. És hogy milyen nagy szolgálatokat tett Efézusban, azt te tudod a legjobban. Pál figyelmezteti Timóteust, azt mondja neki, tartsd meg azokat a szavakat, amelyeket mondtam neked, amelyek Jézustól származnak. De azt akarom, hogy tudd, első század, első gyülekezet, mindenki elhagyott engem.
Nézd, mit mond. Ázsiában mindenki elfordult tőlem. Nem azért fordultak el Páltól, mert ellenszenves ember volt. Pál üzenetétől fordultak el. Közvetlenül hallották Pál üzenetét, majd egyszerűen elmentek. Ő pedig azt mondta, nézd, ebben látom, hogy nem mi leszünk többen. Nézd, sokan fognak elfordulni tőlünk. Nézd, ezek a megtévesztés napjai. Aztán folytatta a botor, és gyermekes vitatkozásokat pedig kerüld. Tudván, hogy ez mit szül. Az úr szolgájának pedig nem kell torzsalkodni, hanem legyen mindenki nyájas, tanítás alkalmas, türelmes, aki szeliden fenyíti az ellenszegülőket. Ellenszegülők. Ha talán adnék az Isten megtérést az igazság megismerésére, más szavakkal, ezek meg nem tért emberek, hogy megismerjék az igazságot. Pontosan. Csak akkor ismerheted meg az igazságot, ha megérted, hogy szükséged van a bűnbánatra. Azt mondja, nézd, maradj távol azoktól az emberektől, akik elfordulnak tőlem. Azt mondja, ostoba és tudatlan vitatkozásokkal vannak tele. Nyilván azért beszélnek az hazugságról, mert el akarnak távolodni az igazságtól. 4. fejezet 3-tól 5. versen, mert lesz idő, amikor az egészséges tudományt el nem szenvedik, hanem a saját kívánságuk szerint gyűjtenek maguknak, mert viszket a fülük, és az igazságtól elfordítják az ő fülüket, de a mesékhez odafordulnak, mitől? Az igazságtól. Ami azt jelenti, hogy ha ez az igazság, mert Jézus az igazság, Jézus Isten igéje, és az Isten igéje, tehát ha ez az igazság igéje, és Jézus azt mondta, hogy az, akkor aki nem követi a szellemet, és magának gyűjt tanítókat, akiket szeret hallgatni, mert ettől jól érzi magát, az valóban elfordítja a fülét az igazságtól. Tehát ez egy olyan összejövetel lesz, ami nem biblikus. Minden arról fog szólni, amit a Biblia nem tanít. Ez a megtévesztés nagyon érdekes. Ez az, amikor valakit elhitettünk valamivel, ami nem igaz. Jellemzően azért, hogy valamilyen személyes előnyre tegyünk szert. Tehát ismered kell az igazságot ahhoz, hogy megtévesz valakit. Lehet, hogy nem hiszel ebbe az igazságba, lehet, hogy elutasítod ezt, de azt tesz téged megtévesztővé, hogy ismered az igazságot, de úgy döntesz, hogy az ellenkezőjét mondod. Ezért mondja a Biblia Jakab 4.17-ben, aki azért tudna jót cselekedni, és nem cselekszi, bűne az annak. Ez az egész világ tele van megtévesztéssel, mert ki ennek a világnak az ura? A Biblia azt mondja a Zsidók 2.14-15-ben, mivel tehát a gyermekek testből és vérből valók, ő is hasonlóképpen részes lett azoknak, hogy a halál által megsemmisítje azt, akinek hatalma van a halálon, tudnélik az ördögöt, és megszabadítsa azokat, akik a haláltól való félelem miatt teljes életükben rabok valának. El tudjátok képzelni az embereket, hogy egész életükben a halálra gondolnak? Ez egy rabság. Ez a vallás. Minden erről szól. János 14-ben Jézus azt mondja, nem sokat beszélek többé veletek, mert eljön a világ uralkodója, és én bennem nincs semmilyen. Ha ez nem elég, 2 Korintus 4:3-4. Ha mégis leplezett a mi evangéliumunk, azoknak leplezett, akik elvesznek, akikben a világ Istene megvakította a hitetlenek elmét, hogy ne lássák a Krisztus dicsőséges evangéliumának világosságát, aki az Isten képe. Amikor hiszel az evangéliumban, Jézus a messiás dicsőségében. Ez Isten képmása. Még azt sem taníthatod, hogy Jézus nem Isten, és azt sem taníthatod, hogy ő Isten képmása.
Efézus 2 azt mondja, titeket is megelevenített, akik holtak valátok a ti vétkeitek és bűneitek miatt, melyben jártatok egykor a világ folyása szerint, a levegőbeli hatalmasság fejedelme szerint. Sátán ez a fejedelem, ezért nevezem én a médiát médianitáknak. A szellem szerint, amely most az engedetlenség fiaiban munkálkodik, akik között forgolottunk egykor mi is mindnyájan, a mi testünk kívánságaiban, cselekedvén a testnek és a gondolatoknak akaratát, és természet szerint haragnak fiai valánk, mint egyebek is. Pál mindenkit emlékeztet, igen, lehet, hogy most hívő vagy, de mindnyájan a harag gyermekei voltunk. János azt mondja, ha csak Jézus által nem lehetünk elkárhozottak, de ha nem hiszünk, akkor már elkárhoztunk. Ez az eredeti helyzetünk. Ahogy a többiek mondja, mi is a harag gyermekei voltunk. De kaptunk valamit. Mikor pedig eljön majd a vigasztaló, mondta Jézus János 15-ben, akit én küldök nektek az atyától, a mit? Igazság szellemét. Ebben a sötét, gonosz és álnok világba elküldi az igazság szellemét, aki az atyától származik. Ő tesz majd bizonyságot rólam. Jézus azt mondja, Isten, az atya elküldi a szent szellemét, hogy tanúskodjon rólam. Más szóval, ha van valaki, aki azt állítja, hogy a Szent Szellem benne van, és nem hisz Jézus Krisztusban, mint Úrban és Megváltóban, akkor nem a Szent Szellem van benne. Tehát, ha egy izraeli főrabbi, vagy Arábia nagy imámja, vagy a pápa, ha mindjárt azt mondják, ha mind azt mondják, hogy Jézus nem feltétlenül az egyetlen út, a zsidóknak megvan a maguk útja, a muszlimoknak megvan a maguk útja, a katolikusoknak megvan a maguk útja, ha ezt mondják, akkor egyikük sem állíthatja, hogy bennük van a Szent Szellem. Nagyon egyszerű. János 16 azt mondja, amikor azonban eljön ő, az igazság szelleme elvezet titeket, mire? Minden igazságra. Amikor az igazság szelleme van benned, akkor nem fog arra vezetni, hogy hazugságot találj, és hazugságban élj. Isten szelleme, az igazság szelleme meg fog győzni a bűnről. Így mondja, mert nem a saját hatalmából fog beszélni, hanem amit hall, azt fogja mondani, és megmondja nektek az eljövendő dolgokat. Ha megvan benned a Szent Szellem, a Szent Szellem meg fogja adni nektek a megértést az eljövendő dolgokról, min keresztül? A Biblián keresztül. Mi az Istentől vagyunk. Aki ismeri az Istent, hallgat ránk, aki nincsen az Istentől, nem hallgat ránk. Erről ismerjük meg az igazságnak szellemét, és a téveigésnek szellemét, 1 János 4-6. Több, mint egy szellem van. Nekünk pedig az igazság igéje van meg. Zsoltár 119, az te igédnek sumája igazság, és a te igazságod ítélete mind örökké való. János 17, szenteld meg őket a te igazságoddal, a te igéd igazság. Máté 4:4, ő pedig felelvén mondva, megvan írva, nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Istennek szájából származik. 2 Timotus 3, 16-17, a teljes, mond, teljes írás Istentől ikletett, és hasznos a tanításra, a fedésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy tökéletes legyen az Isten embere minden, mire? Jó cselekedetere. Semmiképpen sem lehet Isten igéjét magaddal vinni a szomszédod meggyilkolására. Milyen munkára készít fel téged? Jó cselekedetekre. Tehát ne hagyd, hogy bárki azt mondja, ez inspirált arra, hogy megöljelek. Vannak más vallásos könyvek, amik gyilkolásra inspirálhatnak. Ő nem csak a megtévesztésnek a szelleme és a levegő fejedelme, hanem minden hazugság atya is. Ami azt jelenti, hogy ott kezdődik minden. Ő az eredete ennek.
János 8.44, ti az ördög atyától valók vagytok, és a ti atyátok kívánságait akarjátok teljesíteni. Emberölő volt kezdettől fogva, és nem állott meg az igazságban, mert nincsen ő benne igazság. Nincs benne igazság. Az egész egy nagy hazugság. Amikor hazugságot beszél, a saját forrásaiból beszél, mert az ő erőforrásai hazugságok. A megtévesztés és ezek a dolgok erőforrásai. Sátánnak hazudnia kell ahhoz, hogy igazat mondhasson. Na, mindegy. Saját erőforrásaiból beszél, mert hazug, és a hazugság atya. Tehát mikor kezdődött ez az egész, hogy ez a világ ennyire tele lett megtévesztéssel? Egy Mózes második fejezetében kezdődött. A Biblia azt mondja, hogy vevi az Úristen az embert, és helyezteti őt az Éden kertjébe, hogy művelje és őrizze azt. És parancsol az Úristen az embernek, mondanak kert, minden fájáról bátran egyél. De a jó és a gonosz tudásának fájáról arról ne egyél, mert amely napon eszel arról, mi történik? Bizony meghalsz. Isten, aki szereti Ádámot, aki Ádámot megteremtette, soha nem tervezte, hogy Ádám meghaljon. Mert ha valakit halálra tervezel, akkor nem mondod neki, hogy ne nyúj ehhez, mert meghalhat. Mit mondsz neki? Nyúj hozzá. Isten azt mondta, hogy minden jó, de az a fa, ha megérinted, meg fogsz halni. Ennyi. Ez egy baráti utasítás. Ez egy atyai utasítás. Ez egy szép kikövezett út, az pedig egy autópálya. Ha itt átmész, nagyszerű, próbáld meg ott, megölnek. Következő fejezet pedig Sátán feldítése. Kígyó pedig ravaszabb volt vala minden mezei vadnál, amelyet az Úristen teremtett. Mondd az asszonynak, csak ugyanazt mondta az Isten, hogy a kertek egy fájáról se egyetek? Mondd az asszony a kígyónak, a kert fájának gyümölcséből ehetünk, de annak a fának a gyümölcséből, amelynek kertek közepette van, azt mondta Isten, abból ne egyetek, azt meg se illessétek, hogy meg ne halljatok. Úgy értem, megértették. Hozzáérünk, meg fogunk halni. Mondd a kígyó az asszonynak, bizony nem haltok meg. Ez egy félreértés. Hanem tudja az Isten, hogy amely napon esztek abból, megnyilatkoznak a ti szemeitek, és olyanok lesztek, mint az Isten jónak és gonosznak tudói. Alapjában véve leleplezte magát. Annyira narcisztikus, hogy csak úgy megpróbált mondani nekik valamit, és tulajdonképpen vallomást tett magáról, hogy olyan akar lenni, mint Isten. Pontosan ezt mondja Ézsaiás 14. fejezete. Miként estél alá az égről fényes csillag hajnal, fia, levágattál földre, aki népeket tapostál, holott te ezt mondod a szívedben. Az égbe megyek fel, az Isten csillagai fölé helyezem ülőszékemet, és lakom a gyülekezet hegyén, messze éjszakon. Felhívjuk hágok a magas felhőknek, és hasonló leszek kihez? A magasságoshoz. Ez az, amit ő akart. Ezért ma délután szeretném bejelenteni, hogy bár itt mindannyian arra gondolunk, ó, COVID, a megtévesztés már jóval korábban elkezdődött, és még jóval tovább tart. És általában az összes többi dolog, amire azt hiszük, hogy van, az minden, ezek csak a füstfüggönyök a folyamatos megtévesztéshez, ami nem támadja meg az orvosi véleményt arról, vagy orvosi véleményt erről, nem, a Szentírás alapjait támadja meg. Elmondok 7 igazságot, melyek támadás alatt állnak ezekben az utolsó napokban, és megtévesztésnek van kitéve. Első igazság, egyedül Jézus az élet, az igazság, és az Istenhez vezető út. Van ezzel valami problémád? Jó, mert senki sem kérdezett meg téged. Ő az út, az igazság és az élet. Akár hiszed, akár nem, ez egy másik történet, de ő az. Ezt onnan tudjuk,
hogy ő is bizonyságot tett magáról, azt mondta, én vagyok, János 14:6, az út, az igazság és az élet. Senki sem mond ki, senki. Senki azt jelenti, hogy senki. Senki sem mehet az atyához, csak is én általam. Ennyi. A föld bolygón senki sem mehet az atyához, csak Jézuson keresztül. Ezt nem mi mondjuk, hanem ő mondta. Nem hihetsz Jézusban, nem hiszel abban, amit Jézus mondott. Tehát Apcsel 4 azt mondja, nincs üdvösség senki másban, mert nem is adatott az embereknek az ég alatt más név, amely által üdvözülhetnénk. Ez nem csak a pogányoknak szól, ezt egy zsidó mondta az előbb. Róma 10-ben azt mondja, ha tehát száddal Úrnak valód Jézus, és szíveddel hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, akkor üdvözülsz. Mert szívvel hiszünk, hogy megigazuljunk, és szájjal teszünk vallást, hogy üdvözüljünk. Alapvetően azt mondja, hogy ez az egyetlen módja az üdvösségnek. Tudjátok, hogy az iszlámban, ha részeg vagy, és valaki azt mondja neked, hogy térj át az iszlámra, csak azt kell mondanod, hogy Allah nagyobb, mindez csak háromszor kell elmondanod, és automatikusan muszlim leszel. Mi van akkor, ha felébredsz, kiúrzanodsz, és rájössz, hogy részeg voltál, amikor kimondtad? Nem számít, muszlim vagy. Igen, és ha elhagyod az iszlámot, lefejeznek. Érted? Csak kimondtad. Isten nem ilyen. Várni, hogy az emberek részegen mondjanak valamit, amit nem is gondolnak komolyan, és ragaszkodik hozzá. Nem. Megvallod a száddal, és a szívedben is hiszel. Ez nem csak vallás, ez hit. Nem az, hogy csinálsz valamit, hanem az, hogy hiszel benne, és megvallod. De manapság ez támadás alatt áll, főleg olyan emberek által, akik kereszténynek nevezik magukat. Miért nem Jézus többi az egyetlen út a mennybe sok amerikai keresztény számára? Elég jó vagy ahhoz, hogy a mennybe juss. Kiérdemelhetjük-e az üdvösségünket? Különbségek ellenére a zsidók, keresztények, muszlimok ugyanazt az Istent imádják. Ezt állandóan látjuk, állandóan pumpálják mindenhol. Sőt, nem is akárhogyan. Maga a pápa 2019-ben ellátogatott Abu Dhabiba, az Egyesült Arab Emírségekbe, aláírták a testvériség történelmi fogadalmát, amely így szól. A dokumentum felhív minden Istenben és az emberi testvériségben hívőket, hogy egyesüljenek és dolgozzanak együtt. Felszólítjuk az értelmiségeket, a filozófusokat, vallásos személyiségeket, művészeket, média szakembereket és a kultúra művelőt a világ minden részén, hogy olvassák, fedezzék fel a béke, az igazságosság, a jóság, a szépség, az emberi testvérség és az együttélés értékeit, hogy megerősítsék ezen értékek fontosságát, amelyek mindenki számára az üdvösség horgonyai. Ez a megállapodás, tessék, az üdvösség új formája. Csak jó embernek kell lenned, a béke, az igazságosság, a jóság, a szépség, az emberi testvériség és az együttélés jó értékeivel. És azt mondod, hogy a világ, az új világvallás nincs itt. Mindenütt ott van, még nem adtak neki nevet. A második vatikáni zsinat 1964-ből. De ez az ütvert azokat is magába foglalja, akik a teremtő elsőjén elismerték, akik között a muszlimok is ott vannak. Ezek Ábrahám hitét vallják, és velünk együtt imádják az egyetlen irgalmas Istent, az emberiség bíráját az utolsó napon. A Vatikán így beszél a béke vallásáról, az iszlámról. Vatikáni zsinat 1965-ből. A katolikus egyház semmit sem utasít el abból, ami ezekben a vallásokban igaz és szent. Más szóval a jó dolgok minden vallásban jók. Nagyra becsüli az életmódot és a magatartást,
az előírásokat, a tanokat, tanokat, amelyek bár sok tekintetben eltérnek az ő tanításától, mégis gyakran tükrözi annak az igazságát, egy-egy sugarát, amely minden embert megvilágosít. Ez az emberek. Az évszázadok során sok veszekedés és nézeteltérés keletkezett a keresztények és a muszlimok között. A Szent Tanács most arra kér mindenkit, hogy felejtse el a múltat, sürgeti, hogy tegyenek őszinte erőfeszítéseket a kölcsönös megértés érdekében minden ember javára, hogy együtt őrizzék meg és mozdítsák elő a békét, a szabadságot, a társadalmi igazságot és az erkölcsi értékeket. Jézust nem találtam itt a listán. Ezért van az, hogy Jézus kiesett a játékból. Most Abu Dhabiban építenek egy új dolgot, az ábrahámi családok házát, egy templomot, sümetetet és zsinagógát. Most ez az új Isten háza, persze csak ideiglenesen, amíg ténylegesen nem lesz szükségünk semmire az Egyesült Arab Emírségben, az antikrisztusnak persze a jeruzsálemi templomra lesz szüksége. Második János Pál 2000. december 6-án szerdán tartott általános audenciáján ezt mondta, akik kiválasztottak, akik az evangéliumi boldogságok útját választották, és anyagi javaktól elszakadva lélekben szegényként élnek, hogy a föld alázatosait felemeljék megalasztatásuk porából, azok be fognak lépni Isten országába, a föld minden igazza, beleértve azokat is, akik nem ismerik Krisztust és az ő egyházát, kik a kegyelem hatás alatt őszinte szívvel keresik Istent, és így elhívottak Isten országának építésére. Én itt sem láttam Jézus nevét. Aztán az emberek hamis álmokat, jeleket és csodákat látnak. A Biblia azt mondja, Jeremiás 5-ben a proféták hazugságot profétálnak, a papok tetszésük szerint hatalmaskodnak, népen pedig ezt szereti, de mit tesznek majd akkor, ha eljön a vég? Az emberek szeretik. Amikor minden másról van szó, csak nem Isten meggyőző ígéről, mi arra kér, hogy változtasd meg az életed, mert Isten már megtette a maga részét. Ezt nem akarják. Ezért nem beszélünk a bűnbánatról, vagy a bűnről, vagy arról, hogy mi történik a világban. Ne nyúljunk hozzá. Beszéljünk csak arról, hogy tudsz kiteljesedni ebben a világban. A törvénytelen eljövetelen, nézzétek, a sátán pontosan tudja, hogy mit akarnak az emberek ebben a világban. Törvénytelen eljövetel a sátán munkája szerint van. Az Antikrisztus mivel fog felemelkedni? Minden hatalommal, jelekkel és hazug csodákkal, ezt mondja. Hihetetlen lesz. És ezt akarják az emberek. Ezek az emberek el fognak pusztulni, mert nem fogadták el a szeretet igazságát. Inkább a hazugságot választják. Ezért erős téveigést küld nekik az Isten, hogy higgyenek a hazugságnak, hogy mindnyájan kárhozatra jussanak. Miért? Mert nem hittek az igazságnak, hanem gyönyörködtek az igazságtalanságban. Nem csak igaztalannak, hanem gyönyörködnek is benne. Ezt tanítják, hogy ez az. Csináljuk mindannyian. Az egyház a kulturális befolyás célpontjává vált. Tudjuk, hogy Róma 1 már mondta, Isten ugyanis kinyilatkoztatja maga haragját a mennybe, az igazság útját álló gonosz emberek mindent hitetlenség és gonoszsága által, akik igazságtalanságban elfogyják az igazságot, mert ami megismerhető az Istenből, nyilvánvaló előttük, mivel Isten nyilvánvalóvá tette számukra. Láthatatlan valóját, az örök hatalmat, istenségét meglátja alkotásain az értelem világteremtésétől fogva, ezért nincs mentségük. Mert bár Istent ismerték, mégsem dicsőítették, vagy áldották, mint Istent, hanem hiába valóságokra jutottak gondolkodásukban, és sötétség borult oktalan szívükre, akik bölcsnek mondják magukat, bolondá lettek. Ezért lehet a Harvardon olyan káplán, aki ateista. A halhatatlan Isten dicsőségét felcserélték halandó emberek, sőt madarak, négylábúak és csúszómászó képmássával.
Ezért kiszolgáltatta őket Isten szívük vágyaiban a tisztátalanságnak, hogy meggyalázzák egymás testét. Az ilyenek Isten igazságát hazugsággal cserélték fel, és a teremtményt imádták, és szolgálták a teremtő helyett, aki áldott mindörökké. Amen. Wow. A másik dolog, amit most támadnak, de nem csak most, hanem most még inkább, hallottunk el az egész kritikai faj elméletről, az igazság az, hogy minden ember bűnösnek született. De manapság úgy tűnik, hogy ez háttérbe szorult. Ezt látjuk mindenhol. Mintha nem minden ember született bűnösnek, de minden embernek szüksége van Jézusra. A Biblia azt mondja Róma 5-ben, ahogy tehát egy ember által jött a bűn a világba, és a bűn által a halál úgy minden emberre átterjedt, mondd ki? Minden emberre, minden ember a halál, a bűn hozta a halál, és a halál minden emberre elterjedt, mert mindenki vétkezett. Hú, micsoda kinyilatkoztatás ma délután. Mindenki vétkezett. Mindenki meghal, és ez egy ember első bűne miatt terjedt el. Ez a bűn belépett a világba, és ez elég volt. 51. Zsoltár Dávid azt mondja, íme én vétekben születtem, és bűnben fogant engem anyám, bűnben születtem. Ezért kell újjá születnünk. Nem lehet újjá születni. Annyit szeretem, hogy Fülöp-szigetre megyek, és megkérdezik tőlem, katolikus vagy, vagy újjá született? Két csoport. Katolikus vagy újjá született? Mint ha ez lenne a választás. Nem, a lehetőség az, hogy mindenkinek felülről kell születnie, mindenkinek, mert mindenki vétkezett. 1 János 1. Ha azt mondjuk, hogy nincs bűnünk, önmagunkat csaljuk meg. És nincs meg bennünk az igazság. Ha megvalljuk bűneinket, ez az egyházra vonatkozik. Még az egyház sem mondhatja azt, hogy nekem nincs bűnöm. Hű és igaz ő megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól, ha azt mondjuk, hogy nem vagyunk bűnösek, hazuggá tesszük őt, Isten hazuggá, és nincs meg bennünk az ő igéje. Bárki, aki ezt állítja, hogy vannak bűn nélküli emberek, a Biblia azt mondja, hogy hazuggá teszik Isten, az ő szavát valótlannak mondják, és az nincs meg ő bennük. Wow! Harmadik támadás. Izrael még mindig Isten választott népe, és nem cserélték le. Tudjátok, hányan járkálnak a gyülekezetekben, akik azt mondják, hogy Izrael már nem Isten népe? Isten hátat fordított nekik, mert hátat fordítottak neki. Ez olyan, mintha Isten egy gyerek lenne, ó, ezt tetted velem, én is ezt teszem veled. Nem, ez nem így működik. Jeremiás 33:20 azt mondja, ezt mondja az Úr, ha érvénytelenül tudjátok tenni a nappalra és éjszakára vonatkozó szövetségemet, úgy, hogy ne legyen nappal és éjszaka maga idejében, akkor válik érvénytelenné szolgámmal Dáviddal kötött szövetségem is, úgy, hogy nem lesz fia, aki trónján uralkodjék. Még szolgáimmal, a lévita papokkal kötött szövetségem is. Nagyon érdekes. Isten azt mondta, nézd, mikor minden megváltozik, nem lesznek többé napok, éjszakák, akkor mikor mindent újjá fogok tenni valójában, akkor már Izraelnek nem lesz szüksége a messiásra. Gondolj bele. Alapvetően azt mondja, hogy amíg a nap ott van, a hold ott van, a csillagok ott vannak a maguk idejében, addig Izrael az én népem marad. Ezért mondom, mindig az irániaknak fogjátok a rakétáikat, irányítsátok őket a napra, holdra és csillagokra. Szó szerint, mert a Biblia azt mondja, azok nem léteznek többé, akkor Izrael sem lesz. Ez logikus, azt hiszem. Moreover, the
tovább megyek az Úr szavait Jeremiáshoz mondván. Nem gondoltad meg, amit ezek a népek mondtak? És azt mondja Jeremiásnak, nézd meg a népemet, az én népemet, annyira panaszkodnak. Nézd meg őket, azt mondják, az a két családot, amelyet az Úr kiválasztott, el is vetette őket. Így megvetették népemet, mintha nem lenne többé nép előttük. Ezt mondja az Úr, ha már nem lesz érvényben a nappalra és éjszakára vonatkozó szövetségem, ha nem én rendelkezem az ég és a föld fölött, akkor vetem el Jákobnak és szolgámnak, Dávidnak az utódait is, hogy ne az ő utódai közül választak uralkodókat, Ábrahám, Izsák és Jákob utódai fölé. Értitek, mit mondott az imént? Azt mondta, nézd, minden velük kapcsolatos tervem nem fog megvalósulni, ha nem maradnak az én népem, de ők az én népem maradnak. És amikor a dolgok meg fognak változni, talán már nem lesz rájuk szükségem. De amíg a nap, hold és csillagok ott vannak, addig ők mindig az én népem lesz. Isten elvetette az ő népét. Róma 11, Pál kérdezi ezt, és válaszol bizonyára nem. Mert én is izraelita vagyok, Ábrahám magvából, Benjamin törzséből. Isten nem vetette el az ő népét, akit előre megismert. Isten nem egy felhasználó. Ó, már nincs rá szükségem. Tovább lépek. Nem. Ha valaki hűtlen volt ebben az egész kapcsolatban, az Izrael volt, nem Isten. Ő továbbra is az Istenük maradt. Még mindig úgy akar, hogy Izrael Istennekként ismerjék, van terve velük. Még nem végzett velük, mert ha Isten végzett valakivel, aki ostoba dolgokat és ostoba döntéseket hoz, és nem követi őt, akkor gondoljatok bele, hány ember, aki elfogadta Jézus, már nem lesz ott Isten számára. Hányan vagytok most tökéletes emberek? Hányan vagytok, akik soha nem hagyták cserben Istent? Hűha! Érdekes módon így szól, Sion így szól, az Úr elhagyott engem, és az én Uram megfeledkezett rólam. Látod, milyen szépen tudunk panaszkodni? Akkor Isten azt mondja, megfeledkezik-e csecsemőjéről az anya? Nem könyörül-e méhe gyermekén? Ez a kérdést teszem fel ma, amikor látom a csecsemők megölésének a reklámozását. De ha ő meg is feledkeznék, én akkor sem feledkezem meg rólad. És azt mondja Izrael népének, ima tenyerembe véstelek be. Szüntelen előttem vannak falaid. Ézsaiás 49. Csodálatos. Ezért néhányan azt mondják, nos, ez az Izrael nem igazán a zsidó nép. Más szóval Isten hűséges Izraelhez, de ők nem Izrael. Nem viccelek. Nézzétek meg Nick Cannont, egy tévés műsorvezetőt és producert. Sokan ismerik őt a Disney csatornáról. Következőket mondta. Azt mondta, a fekete emberek az igazi héberek, és a zsidók bitorolják ezt az identitást. Azt mondta, hogy zsidó emberek, a fehér emberek, az európaiak egy kicsit kevesebbek, és van egy nagyon hiányos, van egy hiányosságuk, ami történelmileg arra készítette őket, hogy félelemből cselekedjenek, és erőszakos cselekményeket kövessenek el a túlélés érdekében. Elképesztő. Van egy másik megtévesztés is. Mint az interneten láttam, emberek ezrei nézik, hogy Izrael áll a COVID-19 mögött. Legutóbb, amikor ellenőriztem, nem hiszem, hogy Kína kommunista párttól néztem, de egy dolgot elmondhatok. Ez nem egy... Úgy értem, nagyon sok embertől hallottam. Még ezt a képet is megtalálhatjátok, ezt a személyt, aki egy szupermarketbe sétál, és a pólóján ez áll. Ez csak egy zsidó influenza. Ha ez még nem lenne elég, keresztény antiszemitizmus jött létre. Vannak lelkészek a szószékről, akik valóban szörnyű dolgokat mondanak. Néhány influencer azt mondja, kritizáljátok bármit a zsidókkal kapcsolatban, mert ők egyébként hamis zsidók. Ez
cezárista mafia, a zsidók címke mögé bújnak, az emberek olyan gyorsan mondják, hogy nem mondhat semmi rosszat a zsidókról, annyi mindenen mentek keresztül. Nyilvánvalóan ez visszanyúlik a holokauszthoz, de Hitler Rothschild volt. Ha ezt a holokausztot szándékosan csinálták, hogy a pajzs mögé bújhassanak. Ha tudnád, hány százezer ember van a közösség médiában, akik mind ezt mondják. Róma 11-ben egyben azt mondod erre, azért törettek ki az ágak, hogy én beoltassam. Úgy van, azok hitetlenség miatt törettek ki, te pedig a hit által állsz. Ne légy elbizakodott, hanem félj, mert ha Isten a természet szerinti ágakat nem kímélte, téged sem fog kímélni. Van egy keresztény palesztinizmus formája, akik azt állítják, hogy Jézus volt az első palesztinai. Nem fogjátok elhinni, hányan gondolják ezt, hiszik ezt és követik ezt. Őszintén szóval nem tudom, hogyan nem olvassák el azt, amit én olvasok abban a könyvben, amit ők Isten igéjének neveznek. Egy másik igazság az, hogy ahhoz, hogy felkészüljünk, ismernünk kell az időket és az évszakokat. Ezért vagyok itt. Mindannyian itt vagytok. Tízezrek, akik most a világ számos országából néznek, mindannyian azért nézitek, mert fel akartok készülni. Tudni akarjátok az időket, az évszakokat, amelyekben élünk. Meg akarjátok érteni, hogy bár olyan sok a megtévesztés, nekünk ott van az igazság igéje és az igazság szelleme. A farizeusok, a szadduceusok oda mentek, hogy kísértsék őt, és kérték, hogy mutasson mennyei jelt nekik. Ő azonban így válaszolt, napnyugtakor azt mondjátok, hogy szép idő lesz, mert vörös az ég. Reggel pedig, hogy ma zivatal lesz, mert vörös és borús az ég. Aztán azt mondja, képmutatók az ég színét, meg tudjátok ítélni, az idők jeleit pedig nem tudjátok. Ez a gonosz és parázna nemzedék jelt kíván, de nem adatik nekik más jelt, csak Jónás proféta jele. Ezzel otthagyta őket, és elment. Máté 16. Csodálatos. Ez az a jel, amit Jézus adott a tanítványoknak, amikor a végidőkről beszélt. Egy fügefáról beszélt. Megállt, és azt mondta, nézzétek a fügefát. Megkülönböztette a többi fától. Nézzétek meg! Amikor már ügyezik, látjátok, és tudjátok magatok is, hogy most már közel a nyár. A fügefa egyébként Izrael nemzeti kiváltsága. Megvan az olajfa, megvan a szőlőtő, mindkettőbe beoltattatok. Be vagy oltva a szőlőtőbe, be vagy oltva az olajfába, mert osztoztatok Izrael a vallás és lelki kiváltságokban, melyekkel ti is rendelkeztek, mint egy Istenben és Isten igényében. Mikor azonban a fügefáról van szó, nem vagytok beoltva a fügefába. Nektek a fügefát kell látnotok és néznetek. Azt mondja, nem Jeruzsálem a fővárosotok, hanem Hatikva a nemzeti himnuszotok, nem izraeli zászlótok van, nem útleveletek, de láthatjátok Izraelt. Van izraeli zászlótok, van egy izraeli főváros, amit Jeruzsálemnek hívnak a zsidók, visszatértek a földjükre, ezt láthatjátok. A fügefa újra életre kelt. Azt mondja, ez a nemzedék, amely látja, hogy a fügefa életre kell. Nem, múlik el. Azt mondja, hogy meg kell ismernetek, és meg kell értenetek az időket. Mikor látjátok ezt a három bohócot együtt állni, nézzétek meg ezt a három bohócot, akik együtt állnak. Figyeljetek, gyűlölik egymást. Nem szeretik egymást. Törökök szuniták, az irániak síták, az oroszok gyűlölik a muszlimokat. Hidd el, nem szeretik őket. Ez meg tudná ölni, azt meg tudná ölni, ezt, ez meg tudná ölni mindkettőt. Ha csak a saját akaratuk szerint cselekednének. Azt hiszik, hogy ők irányítják a világot.
ránéztek Szíriára, ó, segítsünk nekik, akkor nekik kell segíteni nekik, mert minnyien Izrael határán túl vannak. Fogalmuk sincs arról, hogy megpróbálnak betörni Izraelbe is, Isten el fogja őket pusztítani mindannyiukat. Azon a napon, amikor az én népem Izrael biztonságban lakik, nem fogjátok megtudni, ezt mondja. Amikor Izrael végre újra a földjén volt, vezetőletek technológiában, az orvostudományban, a biztonságban, a vízügyben, vezetőlet annyi mindenben, mezőgazdaságban, vezetőlet annyi területen, Izraelnek van a legerősebb hadserege a Közel-Keleten. Amikor mi vagyunk a világ 8. legerősebb nemzete, amikor mi vagyunk a harmadikok, akik leszálltak a holdra, amikor Izrael olyan gazdag GDP, amely most több mint 50 ezer dollár per... Érted? Izrael biztonságban van, és biztonságban lakik. Nem érted, hogy el kellett jutni erre a pontra, és akkor eljössz lakóhelyedről, a messze északról, sok néppel együtt. Nem tudták megtenni 1950-es vagy 60-es években, vagy akár 70-es években, de nem volt ott, ahol Izraelnek lennie kellett ahhoz, hogy megtegyék ezt a lépést. De most itt vannak, és szemet vetettek Izraelre, mert Szíriában nem találtak semmit ennyi év után. De ha Damaszkus elpusztul, akkor annyi. Megteszik ezt a lépést. Damaszkus el fog pusztulni? Abszolút. De miért? Mert a Biblia azt mondja. Hú, te mindent elhiszel, amit a Biblia mond? Halló? Nem azt mondja, hogy 80% búza és 20% árpa. Nem, egy világkormányt látunk a szemünk előtt. Az izraeli kormány épp most írta alá az EU-val, hogy megosztjuk a zöld útlevelet. Más szóval, mostantól zöld kártyával Izraelbe be lehet menni az európai helyszínekre, éttermekbe, bármi másban, mert most már megvan. Srácok, mindannyiunknak ugyanaz az alkalmazásunk lesz. Gondoljátok, hogy ez még messze van tőlünk? Mindenhol káosz van. Készüljetek fel egy sokkal nagyobb káoszra itt. Ha a világkormány felváltja a nemzeti kormányokat, a nemzeti kormányoknak csalódást kell okozniuk. Az embereknek ki kell menniük, mint Bábel tornyánál. Az egyetlen alkalom, amikor összérnek, mire való? Elfoglalni Isten helyét. Körülöttünk mindenütt látunk szülés hullámokat, számos földrengés, tornádok, hurrikánok, úgy értem, elképesztő. Járványok, ha-hó. Fogtok hallani háborúkról, hallottok háborús híreket, vigyázzatok, ne rémüljetek meg, mert ennek meg kell lennie, de ez még nem a vég. Ne gondoljátok, hogy ez az. Ez csak a kezdet. Ezeknek a dolgoknak meg kell történniük. Isten, amikor Isten azt mondja, hogy meg kell történniük, tudjátok miért mondja ezt? Mert ő már látta, hogy ez megtörténik. Mert Isten az idő felett áll. Ezt mondja ő, én vagyok az Isten, és nincs hozzám hasonló, akkor kezdettől fogva kijelentem a véget, és ősidők óta még meg nem történt dolgokat. Ő tudja. Isten nem ül le, és nem mondja, vajon ki fogja megnyerni ezt a háborút. Mert tudnom kell, hogy mit írjak. Ez nem egy újság. Ez az egyetlen dolog a világon, ami soha nem változhat, és nem is fog megváltozni. Emlékszem Izrael 60. évfordulójára, elmentem az izraeli múzeumba, ott megmutatták a hiteles ézsaiás tekercset. Egy 2300 évvel ezelőtti. Oda mentem a héber Bibliámmal, és megnéztem a tekercset, olvastam, elmentem, és megdöbbentem, mert ugyanaz volt. Aztán megdöbbentem. Ugyanannak kellett lennie, mert Isten ugyanaz a ő igéje, ugyanaz tegnap. Nézzétek, ezért bízzatok abban, ami itt van, ne az újságban, ne abban, amit az emberek a Facebookon és a YouTube-on adnak nektek. Nem, Dr. Google az, akihez menned kell. Amikor Jézus visszatér, miben kell találnunk, hogy mit csinálunk?
Az atya dolgával kell törődnünk, ez az igazság. Legyen derekaitok felövezve, és lámpásaitok meggyújtva. Ti pedig legyetek hasonlók az olyan emberekhez, akik várják, mikor tér vissza Úruk a mennyegzőiről, hogy amikor megérkezik és zörget, azonnal ajtót nyithassanak neki. Boldogok azok a szolgák, akiket ébren talál Úruk, amikor megérkezzék. Bizony, mondom nektek, hogy felövezi magát, asztalhoz ülteti őket, oda megy és felszolgál nekik. Hölgyeim és Uraim, Máté 24 fejezetével folytatom. Azt a napot pedig, és az az órát senki sem tudja, sem az ég angyalai, hanem csak az Atya egyedül. Mert ahogy Noé napjaiban történt, úgy lesz az emberfia eljövetele is. Alapvetően azt mondja, nézzétek, én akkor fogok eljönni, amikor még az egyház sem fogja tudni a pontos napot. Meglepő lesz, de ha készen állsz, készen állsz? Nincs olyan meghívó, mint az Apple-nál, március 10-e. Nem fogsz csalódni. Nem. Évek óta csalódunk bennünk. Én egy nyílt meghívásról beszélek. Egy ismeretlen időpontban. Ehhez még ruhát sem kell venned. Mert a tested fog átváltozni. Hölgyeim és Uraim, sajnos olyan napokat élünk, amikor a lelki pásztoroknak leginkább Isten igéjét kellene tanítaniuk, de mindenütt szenzációhajházást látunk. Szenzációhajházás. Megszakad a szívem, milyen könnyen félrevezetik az embereket. A COVID egyszerűen a legújabb téma, amely elvonja az emberek figyelmét az evangélium megosztásától. Nem lett más, mint a kattintás csalétek forrása, hogy sok ember számára kedvelőket, követőket szerezzen a közösségi médiában. Nagyon szomorú. Olyan sokan tudjátok, amit mondanak, az nem a teljes igazság, de valójában ez egy nagyszerű kattintás csali. Különösen, amikor jönnek, és azt mondják, például a vakcina a fenevad jele. Sok mindent lehet mondani róla, de ez biztos nem a fenevad jele. Nincs itt. Vajon itt leszünk egyáltalán a fenevad jegyének idején? Halló? Hát persze, hogy nem. Tehát egyesek azt mondják, hogy a COVID az első lovas koronája, mert a COVID az korona. Ó, erre kellett volna gondolnom. Van korona nevű sör is. Az a második lovas? Vannak ennek szentelt weboldalak. Annyi egyházban tapasztaljuk, hogy félnek a megosztottságtól. Még csak nem is a krisztusi együttérzéstől. Ez nagyon szomorú. Amikor ezt láttam, megszakadt a szívem. Láttam a videót, szóval tudom, miről beszélek. Azon gondolkodom, hogy Jézus valaha is mondta ezt. Nem tetszik, amit viselsz. Takarod innen, nem akarlak tanítani. Azt hiszed, hogy kipa meg fog menteni téged? Azt hiszed, hogy a bojtok megmentenek téged? Fordulj meg, ne gyere hozzám. Nem, ő soha nem mondott ilyet. Nem számít, mit mondanak, ezt nem mondhatod senkinek, aki a templomodba jön. Csak hogy tudjátok, az elmúlt 20 évben körbeutaztam a világot, és Ázsiában láttam, hogy az emberek mindenhol maszkot viselnek. Szó szerint környezetszennyezés, a légszennyezés miatt. Soha nem gondoltam, hogy valahogy is hallanom kell majd, hogy valaki ilyen dolog miatt kirúgja az embereket a templomokból. Egy jó műsorért, mi már nem is olyanok vagyunk, mint Jézus. Sátán eszközként használ minket a világba való megosztottságra, ami sajnos belépett a megosztottság a világba, ami sajnos belépett az egyházba, és az üldözés valamilyen formájára is átfordult.
Az egyház megosztottabb, mint valaha. Szomorú az, hogy ez nem is az üdvösséggel kapcsolatos kérdésekről szól. Tényleg elvesztettük azt. Emlékszem, néhány évvel ezelőtt emberek jöttek és interjút akartak készíteni velem egy nagyszabású produkciókhoz, a Jellről. Megkérdezem, miről beszéltek elők? Azt mondták, 2017. szeptember 23. jele. A Jell? Elém, milyen jelről beszéltek? Jelenések könyve 12. fejezetéről, ami 2017. szeptember 23-án fog megtörténni. Megnéztem Jelenések könyve 12. fejezetét, megnéztem, és azt mondtam, de ez nem történhet meg most. Az teljesen más időben történik. Ó, azt mondtam, benne lehetek a filmet, de valójában az ellenkezőjét fogom mondani, és nem az, hogy ez a jel. Az emberek várták azt a napot. Azt gondolom, hogy az elragadtatás megtörténik. Mi a helyzet a vérholdakkal? Hányan csomagoltunk és költöztünk fel a hegytetőre? Mi a helyzet a Y2K-vel? Halló? Hányan vettétek meg azt a könyvet? Az ilyen személyes túlélési útmutató. Hányszor kiragadnak dolgokat a szövegkörnyezetből, kiragadnak dolgokat a szövegkörnyezetből, és ez zavart okoz. Bizonyos értelemben megtévesztést is. Összekeverik a globális hatalom átvételt és a zsarnokságot a keresztény üldözéssel. Valamit meg kell értened. Óvatosnak kell lennünk. Egyébként van keresztény üldözés. Van Irakban, Iránban, Afganisztánban, Pakisztánban. Tudom, hogy templomokat gyújtanak fel. Tudok egyházi vezetőkről, akiket kivégeztek Indonéziában, a Fülöp-szigeteken. Néhány helyen ez megtörtént. Mindanaóban nézzétek, keresztény üldözés van. Embereket ülnek meg csak azért, mert hisznek Jézusban. De ne keverjük össze a hatalom átvételt, amit ma látunk. Az összes bezárással, az összes mandátummal. Ez olyan hatalom átvétel, ami mindenkit megvisel, nem csak a keresztényeket. Globális, világméretű kísérlet van arra, hogy központosítós irányítást hozzanak létre. Oké, ez nem csak az egyház ellen irányul. Úgy értem, gondoltok erre? Azt hiszem Melbourne-ből, Ausztráliából van ez. A zsidókról van szó, akiket Rosh Hashana napján a rendőrség körülvett, mert túl sok ember volt a zsinagógában. És szigorúan le kellett volna elzárták őket. Ez nem csak a templomokra vonatkozik. Vannak helyek, ahol zsinagógák, vannak templomok a mecsetekben. Ez egy globális dolog, nem szabad összekeverni az egyház üldözéssel. Az üldözés ott van, higgyétek el nekem. Afganisztánban a vallási kisebbségek félelemben élnek. Nézd, az apusom minden héten tanított online. Afgánokat minden héten egy másik épület tetejéről, háztetőkről. Nekik nincs templomuk, mindig mozognak, hogy ne kapják el őket, már nem hallunk róluk, azt sem tudjuk, hogy élnek-e még. Vaszlószínűleg meghaltak, mert keresztények. Én mondhatom neked, szeretném elmondani. A dolgok soha nem lesznek ugyanolyanok. Nem vagyok amerikai, így úgy tudok beszélni, mint aki kívülről szemléli a dolgokat. Ti viszont mind amerikaiak vagytok. Tehát amerikanizálódtatok, ami azt jelenti, hogy életet, szabadságot, és boldogságra való törekvést akartok. Szép volt. Mindannyian életet, szabadságot és boldogságra való törekvést akarnak. Ezért van itt állandóan annyi buli. Mindenki olyan akar lenni, mint ti. Honnan tudom? Mindenki illegálisan akar bejutni az országotokba. Az ember nem megy el egy helyre, egy rosszabb helyre, és kockáztatja az életét. Olyan helyre akarsz menni, ahol fel akarod nevelni a gyerekeidet, ahol élni akarsz. Mert ott van az élet, szabadság és boldogság. Európában nincs ilyen. Közel-Keleten sincs ilyen.
Hozzátok egy tálibot, kérdezzétek meg tőle, mi lenne, ha adnék neked életet, szabadságot és boldogságra való törekvést. Fejed végiggurulna a folyosón. Most megváltozik az életed. Szabadságodat korlátozzák, és a törekvés a túlélés, nem a boldogság. Ti pedig azt mondjátok, mi folyik itt? Megváltoztatták a szabályokat, és senki nem szólt nekünk. Nos, mondok nektek valamit. A világ nagy részén nem érezzük ezt úgy, mint ti. Mert először is nekünk nincs meg a ti alkotmányotok, nekünk nincs meg az, ami nektek. Most épp egy alkalmazkodási válságon mentek keresztül, amiben a fél világ már most benne van, a másik fele is meg fog ismerkedni vele. Hát, nekem megvan a bátorítás ajándéka. 6. A nyomorúság előtti elragadtatás. Mennyasszony nem egyenlő a nyomorúság szentjeivel. Olyan sok pásztor vezeti félre a nyáját, hogy azt gondolja, hogy nincs elragadtatás. Az elragadtatás nincs benne a Bibliában, ezt mondják. Persze, mert a te Bibliád angol. Sajnálom, de az Újszövetség nem angolul íródott, hanem görögül. Görögben a szó harpazo ott van. Latinban a szó rapturo ott van. Tehát amikor a rapturóból származó elragadtatás szót használjuk, a harpazo szóból származik, akkor valójában egy létező szóról beszélünk. Ti, akik tudatlanok vagytok, még ezt sem tudjátok. Pál beszélt az elragadtatásról a Tesszalonikaiaknak. Honnan tudom ezt? Mert olvasom a Bibliámat. Pál nem hitt az elhallgattatásban, ahogy Jézus sem. Tényleg? Szóval, nem Jézus volt az, aki azt mondta, ismét eljövök, és magam mellé veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. Ti változtatjátok meg a címeteket, nem én? Jézus az, aki ezt mondta. 9 ok, amiért biztosak lehetünk abban, hogy a keresztények nem fognak elragadtatni a nyomorúság előtt. Majdnem olyan, mint a 9 ok, amiért biztos lehet benne, hogy szenvedni fogsz, hogy kiérdemeld az üdvösséget. Majdnem olyan, mintha szenvedni akarnának. Ó, üdvöztetés már, mint a jelenések. Azért, mert a Starbucks 9 után zárva van. A jelenések könyvében akarunk lenni, mert már most a fazékban vagyunk, a történet részének érezzük magunkat. Már a történet részei vagyunk. Mi vagyunk az a nemzedék, amelyik látja, hogy a fügefa újra életre kelt. Mi vagyunk az utolsó nemzedék, és Jézus azt mondja, hogy hamarosan eljön, és magával visz minket. Történet részei vagyunk. De van egy egész fejezet ebben az egész történetben, ami nem nekünk szól. Mert nekünk nem Isten haragja a sorsunk. Rendben? De én át akarok menni a nyomorúságon. Tessék! Maradj itt! Csak hajtsd be a nyakadat, és mondd el, hogy akarod, hogy levágják a fejedet, mert le lesz vágva. Jézus gyönyörű mennyasszony akart, nem pedig egy összevett, összezúzott mennyasszonyt. Mert Isten nem haragra rendelt minket, hanem hogy elnyeljük az üdvösséget, ami Úrunk Jézus Krisztus által akár meghalt értünk, hogy akár ébren vagyunk, akár alszunk, vele együtt éljünk. Vigasztaljátok tehát egymást, és építse egyik a másikat, ahogy teszitek is, egy Tesszalonikra 5. Le fognak fejezni titeket, én most vigasztallak benneteket. Ez nem vigasztalás. Amikor feltörte az 5. pecsétet, láttam az oltár alatt azoknak a lelkét, akiket az Isten igéjéért öltek meg, és azért a bizonságtételért, amelyet megtartottak. Látod, amikor a mennyben leszünk, a megdicsőült testünkben, az egyetlen dolog, amit látni fogsz a nyomorúság szentjeiből, az a lelkük. A testüket nem. Ők még nincsenek ott. Te és én részei vagyunk az első gyümölcsnek, részei leszünk az első feltámadásnak. Azok számára, akiknek részük van az első feltámadásban, második halálnak nincs hatalma. Jézus bajokat ígért ebbe a világban, nem pedig rózsakertet, ez a 7.
Ebben a világban azt mondja, hogy nagy örömötök lesz. Nem. Nyomorúságotok lesz. De olyan sokan vannak, akik azt tanítják, hogy ezt a világot a keresztények fogják elfoglalni. Lerombolnak minden földi királyságot, és előkészítik ezt a világot, hogy ő eljöjjön. Nem, nem ezért van mennyei útlevelem. El kell tűnnöm innen. Nem akarok itt lenni. Amikor Isten kiárasztja haragját, mi egy esküvőn leszünk. És hé, nem késhetünk el, mi vagyunk a mennyasszony. Íme, eljön az óra, sőt, már el is jött, mikor elszélettek mindenki a maga otthonába, és engem egyedül hagytok, de én mégsem vagyok egyedül, mert az Atya velem van. Ezeket azért mondom nektek, hogy békességetek legyen én bennem. A világon nyomorúságotok van, de bízatok, én legyőztem a világot. János 16:32. 33. Ha gyűlölt titeket a világ, tudjátok meg, hogy engem előbb gyűlölt, mint titeket. Ha a világból valók volnátok, a világ szeretné a magáét. De mivel nem a világból valók vagytok, hanem én választottalak ki titeket a világból, ezért gyűlölt titeket a világ. Ezt mondja a Biblia, János 15:18-20. Máté 16. Akkor Jézus így szólt a tanítványaihoz. Valaki utánam akar jönni, tagadja meg magát, meg akarja menteni az életét, és megtagadni önmagát. Rendben. Vegye fel a keresztjét, kövessen engem, mert aki meg akarja menteni az életét, elveszti azt, aki pedig elveszti az életét, én értem, megtalálja azt. Ezt mondja. Mivel tehát megigazultunk hitből, békességünk van Istennel, ami Urunk Jézus Krisztus által. Ő által járulhatunk hitben ahhoz a kegyelemhez, amelyben vagyunk, és dicsekszünk azzal a reménységgel is, hogy részesülünk Isten dicsőségében. Sőt, dicsekszünk a megpróbáltatásokkal is, mert tudjuk, hogy a megpróbáltatás mit szül? Álhatatosságot. Álhatatosságot. Kipróbáltságot, a kipróbáltság reménységet. Hogy vagytok? Jól, köszi. Az Úr öröme nem a ti erőtök. Minden ember közül nekünk kellene a legreményteljesebb embereknek lenni. Nekünk kellene az olyan embereknek lennünk, akik békében vagyunk, csak hogy tud, az összes hitetlen szomszéd, a barát, a családtagok, mindenki téged figyel most. Mindenki. Azt akarják látni, hogy mi az, amit most éppen hirdetsz. A hitetek az, ami számít, vagy mi? Mi tölti ki a napodat? Mi tölti ki a profilodat a közösségi médiában? Kivel foglalkozol jobban? Faucsival vagy Jézussal, amikor dolgokat leírsz? Nem, figyelj, több keresztény van, aki az elmúlt 6 hónapban inkább Faucsiról beszél, mint Jézusról. Megérted ezt? Vége lesz ennek valaha? Véget fog érni? Igen. Figyelj, ennek a csalásnak van egy lejárati ideje. Jelenések 20. És láttam, hogy egy angyal leszállt a mennyből, az alvilág kulcsa volt nála, és egy nagy lánc a kezében. Megragadta a sárkányt, az ősi kígyót, aki az ördög és a sátán, és megkötözte mennyi 1000 esztendőre. Levetette az alvilágba, bezárta és pecsétetett rá, hogy micsoda? Meg ne téveszte többé a népeket. Mindent, ami tud, az a megtévesztés, de amikor bezárják, nem tud többé megtéveszteni. Mi fog történni? Jézus uralkodni fog Jeruzsálemben. Jézus az igazság, nála van az igazság szava. Ő hoz az igazság szellemét, és minden hazugság atya nincs többé. Ő odalent van, nem tudja megtéveszteni a nemzeteket, és azt fogjátok hinni, hogy minden nagyszerű. De ezek után egy kis időre elengedik. Miért? Isten felemeli a fedelet kicsit. Azt gondoltuk, hogy az egész világ Jézust imádja,
és sátán a mélyben van. Igen, Biblia azt mondja, amikor az 1000 év letelik, sátán kiszabadul a börtönéből, kimegy, hogy mit tegyen? Megtévessze a nemzeteket, amelyek a föld négy sarkában vannak, Gógot, ez a második Góg és Magógot, hogy összegyűjtse őket a harcra, akiknek száma annyi, mint a tenger homokja. Felmennek a föld szélességén, körülvették a szentek táborát, és a szeretett várost tűzszáll le Istentől az égből, és megemészti őket. Az ördögöt, aki megtévesztette őket a tűz, és kénkül tavába vetik, a fenevad és a hamis proféta van, gyötrődni fognak éjjel és nappal, mindörökkön, örökké. Itt van vége a megtévesztésnek. Ennyi. De mi a helyzet ma? A Biblia azt mondja, Lukács 19.13, Jézus így szólt hozzájuk, kereskedjetek, amíg vissza nem jövök. Máté 24, ki tehát a hű és okos szolga, akit azért rendelt szolgái fölé az Úr, hogy a maga idejében eledelt adjon nekik. Boldog az a szolga, akit ilyen munkában talál Úra, amikor megjön. Isten most éppen téged néz, a világ téged néz, a családod figyel, de Isten is figyel téged. Mit teszel ezekben az utolsó napokban? Miért harcolsz? Kinek a neve van a nyelveden? Mit hirdetsz? Harcolhattok, amíg csak akartok. Amerika hanyatlik. Addig harcoltok, ameddig csak akartok, egy új birodalom fog felemelkedni, és az Antikrisztus lesz az, aki ebből származik. Sírhatok, amennyit csak akartok, fel fog emelkedni, és a világ imádni fogja őt. Igen, ez meg fog történni. Nem tudtok változtatni. Jézus azt mondta, ezeknek a dolgoknak meg kell történni. Jelenések könyve egy szeretett levél, amit azért adott az egyháznak, hogy lássák azt, mennyire szereti őket, és mindazokat a dolgokat, amikből ki fogja őket hagyni. Ezek azok a dolgok, amiken a világ fog keresztül menni, mert ő azt mondta, ezeknek a dolgoknak meg kell történni. Láttam, hogy megtörténtek. Mindennek fog történni. Ne ragadjatok ki dolgokat a kontextusban. Ne próbáljatok úgy tenni, mintha mártirok lennétek, mikor nem vagytok azok. Most pedig tartsátok nyitva a szemeteket, mert a világ minden táján hatalom átvétel zajlik. Tartsátok nyitva a szemeteket, mert megpróbálják eltörölni Izraelt, megpróbálják törölni az egész elragadtatás tanítást, megpróbálják törölni a bibliai proféciákat, még az idők és évszakok megértését, és megkísérjék eltörölni Jézus, mint az egyetlen utat, igazságot és életet. Van egy kísérlet arra, hogy eltöröljék az evangéliumot, amit a szószékről hirdetnek. A lelkipásztorok most aktuális dolgokkal, társadalmi dolgokkal foglalkoznak, nem pedig az evangéliummal. Van egy kísérletés arra, hogy mindezek ellen harcoljanak. Ez az egész Covid hülyeség most azt okozza, hogy nem látjátok ezt a sikeres hatalom átvételt, ami most zajlik. Ezek a megtévesztés napjai, de szeretnék mondani nektek valamit. Bennünk van az igazság szelleme. Jézust, Istent, Úrnak neveztük. Szeretnék mondani nektek valamit. Az Úr eljövetele nagyon közel van. Már nem tudok hosszú távra tervezgetni. Az emberek azt kérdezném, szabad vagy 2024-ben? Igaz, sem tudom, hogy lesz-e 2024. Tényleg nem akarom. Hölgyeim és uram, figyelj, kit fognak elvinni? Tudjátok ki? Megmondom, hogy kit. Azokat, akik buzgón várják őt, hogy ő másodszor is eljön. Ezt mondja Zsidók 9.28. Azokhoz, akik buzgón várják őt, azokhoz eljön másodszor is. Nem a bűnért, hanem az üdvösségért. Milyen üdvösség? A testetek üdvösségéről beszélek, nézzetek magatokra.
És neki nem kell ezt látnia a mennyben. Nem. Ő jobbat érdemel. Ezért mondja, egy szempillantással, bum, a tested megváltozik. Ez a sátor épületté fog változni. Igen. Megvan ez a reménységünk, és a világ nevetségessé fogja tenni. Tartsatok ki az igazság igéje mellett, mert nálatok van az igazság szelleme, mert az, akiben hiszünk, ő az igazság. Atyám, köszönjük neked az igazságodat, köszönjük a te igédet, köszönjük, hogy a te igéd az igazság, és kérjük, hogy szentelj meg minket a te igazságod és a te igéd által. Ne engedd, hogy szenzációhajszázba kessük, ne engedd meg, hogy megtévesztenek a Szentírás téves értelmezésében, a tetszésnyilvánítás és a követő kedvéért. Ne rólunk szóljon, hanem atyánk ügyeivel foglalkozzunk. Azt akarjuk, hogy hűségesnek találjanak bennünket, ahogy a te munkádat végezzük. Elfoglaltak legyünk, és türelmetlenül várjuk a te visszatérésedet. Köszönjük, és áldunk téged Izrael szentjének nevében. Jesua, aki a mi üdvösségünk, aki Júda törzsének oroszlánja, aki Isten báránya, békesség fejedelme, Emmanuel, az ő neve minden név felett áll, és csak ez a név menthet meg minket. Köszönjük, és mindezt az ő nevében mondtuk, Jézus nevében, és Isten egész népe ezt mondja. Amen.